Sziasztok, üdvözlök mindenkit, Levi vagyok, itt van velem a vonalban Hermit Hun. Halló, halló. És most még egy Minecraftos pályát hoztam nektek. Ez nem valami kalandpálya lesz, mint az előző, hát mondjuk az se volt valami kaland. Ez egy ilyen kis érdekesség lesz, de mindjárt meglátjátok, hogy miről van szó. Van itt valami szabályzat, bár én ezt már jó párszor játszottam, úgyhogy csak húzzuk meg ezt a kart és menjünk lefelé. Hogy mi is ez? Mindjárt leérünk. Ez, srácok, egy Nintendo. Majd mindjárt meglátjátok, hogy hogy működik. Csak megmutatom még ezeket a kis rajzokat. Szerintem nagyon aranyos, hogy itt van egy banán, ami éppen bemutat. Van fent egy robot is, meg Pac-Man. Hogy hívták ezt a játékot? Bandi, amikor... biztos ismered. Voltak ilyen fehér kis cumók. Tehát egy 2D-s játék volt, és akkor voltak ilyen fehér rákszerű valamik, és lent voltál, és tudtál lövöldözni. És ezek mindig mentek Tudom, hogy miről van vízszintesen, szó. és mentek egyre lejjebb. Fogalma nincs a revéről, de tudom, miről szól. Igen, igen, igen. És azt csinálták meg game-ben? Megvan építve itt. Fantasztikus. Tök jó. Na de nézzük ezt a Nintendo, illetve láttam még ott valamit mögötte, de azt majd megnézzük utána. Itt van ez a nagy Nintendo. Lehet közben egy offos kérdésem, ha már teljesen, igen. Game csatorna van? Ha beértem Exodarba, és itt vagyok körülbelül itt a Griffek szint, tudod, itt ahol bemész alulra a városba, és akkor aha, a nagy karikáma. Ha nekem ilyen tréner meg ilyesmi kéne, akkor még lejjebb menjek, or feljebb. Milyen tréner? Hát, Priest of course. Tudod, oda mész az őrhöz. Jaj, van valami őr. Jó van, oké, vágó. Jó van. Na. Az ott az életünk, mint az ott úgy látható, hogy ez a piros szívecske. Ahogy fogy az életünk, az a piros el fog tűnni, és kékké változik. Ezek a kis bogyók, nem tudom mit jelentenek, rég játszottam már. Ugye ez itt balra, előre, jobbra, hátra. Ezt úgy tudjuk majd irányítani, hogy ráállunk. És ez, ugye, hogyha ez a fákjez itt elkezd égni, akkor elkezdődik a játék. Ezek szerintem itt tökre use lesz felesleges gombok. Ez a reset. Na most, hogy ez mit resetel a nulláról, ezt nem tudom. Elkezdjük. És nem tudom, hogy valami történik-e. Most elvileg... Tyű! Ja igen, beindult a redstone, aztán azért csökkent egy kicsit az FPS. Ugye, ott van ez a fehér kis... Jújj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 
Vesztettél? Remélem, most nem indul el megint magától. Igen, vesztettem. Ennyi volt? Ennyi volt. Nem reagáltam időben. Ugye látjátok, hogy most lejjebb ment egy picikét az életünk. Azt hiszem, ez három élet. Tehát a játék lényege, hogy mikor megnyomom ezt a pressure plate-et, nem tudom, hogy hívják ezt magyarul, nyomólap, akkor elindul ez a kis fehér kocka, és az a lényeg, hogy a mindenféle színű, ugye egy zöld, kék, narancsárga, lila kockákat össze kell gyűjtenünk, ugye nem tudom, hogy hány másodpercenként megy egyet ez a kocka, viszont így kell csinálni. Úgyhogy most resetelünk egyet, és akkor ugye feltöltődik az élet. Elindítjuk, és már gyorsan jövök is. Először szedjük fel szerintem a zöldet. Aha, elindult. Még megy egyet. Jó, és fel. Jaj, gyorsan kell reagálni, ugye. Hopp, megvan. Megvan a zöld. Le, jaj. Áháha, elrontottam. Mindegy, srácok, megvan a zöld, remélem ez nem reszetelődik. Oké, nézzük meg először, hogy merre kell menni, mert... balra... Jó, hát akkor a lilát, mert az egy elég könnyű. Megpróbálom itt végigjátszani nektek ezt az aprócska játékot, ugyanis nagyon, nagyon könnyű lenne, hogyha megszoknám az irányítást. És most fel, jó. Még éppen időben reagáltam, akkor most majd erre kell jönni. Jó. Jújúj! Megnézek itt, mint a tejbe tök. Igen, elrontottam. Se baj, tudjuk már, hogy merre kell menni.
semmi gond nincsen. Meg kell jegyezni össze, ugye ezt a kombinációt, aztán azért nehéz. De mi? Mi? Miért? Jaj, milyen kis aranyos zene van. Ilyen zene volt Helmét, hogy vesztettél te kis barom. Jó, de kedves. Nem, csak egy dalama ilyen volt, hogy ez ilyen té-té-té-té. Jó, felszedjük. És megpróbálok ilyen double-t csinálni, hogy felszedünk egyszer kettőt. Elnéztem. Ez a zöld plusz lila, ez nem megy. Nem igazán. De a videó végén megmutatom, hogy milyen resztó rendszer áll ugye el mögött, mert elég brutális. Rendben. Jű, végre sikerült. Ez is ritkán van. Jó, ha a lilát felszedtük, szerintem úgyis meg fogok halni, mert balfasz vagyok. Na, mondj ilyet magadról. Csak én mondhatok rólad. Ja. Akkor mondd ki. Na, nem akarom. Hát majd egy kell jobbra. Oké. Jó, akkor lesz időnk átváltozni az irányt, hát ha sikerül. Megvan a lila. Miért ment át a feketébe? Hát ez hülye. Egy életünk van kettőt felszednél, hát ez... Ez esküszöm izgalmas. Jó, ha ott felmegyünk. Hű, ezt nagyon gyorsan kell csinálni. Balra. Jó. Bocsánat, csak koncentrálok, hogy ne bambuljak el, mint az elő. Hoppá, megint majdnem. Sőt, bele fogunk menni a feketébe, mi? Mi a szar? Azt hogy csináltuk? De nem baj, nem azért mondom, hogy baj vagy ilyesmi, de úgy furcsa volt. Valószínűleg valami el volt kötve a restomba, vagy nem tudom, de... Hát mindegy, nekem megérte. Jó. Srácok, lehet, hogy végig tudjuk játszani? What? Hű, aha. Oké. Timeset 0, gyorsan csinálunk egy reggelt, és akkor megmutatom nektek, hogy néz ki ez a szerkezet, mert szerintem brutális. Mi van ideírva? Redstone System, igen. Hát majd Hermit, hogyha megnézed a videót. Na igen. Még ha megpróbálnám értelmezni, és ugye én valamennyire a common blokkokhoz értek, de a restonhoz magához nem annyira. Na. De ez itt mondjuk, ez durva. Mondjuk azért tűnik soknak, tehát azért tűnik jól kinézőnek ez a sok reston, mert ugye ezek mind-mind azt szolgálják, hogy késleltessék a jelet. Úgyhogy emiatt tűnik ilyen soknak. Egyébként ma már körülbelül, hát ezt, ami itt van, egy olyan... Nem mondok sokat, egy olyan 20 common blokkal meg tudod csinálni, hát meg persze a node blokkok. Tehát azért régen ugye ez még nem volt megvalósítható. Na mindegy, szerintem ez egy nagyon menő szerkezet, egyébként nem mutattam még be, hogyha meghalunk. Akkor itt villog ilyen game over felirat. Ja. Azt hiszem ennyi lesz ez a gyors kis bemutató. Csak próbálok úgy csinálni egy indexképet, hogy legyen ott a teljes game over. Így tök jó volt.
Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a gyors bemutatót. Szerintem ez a szerkezetem úgy egy... Hát, nekem nagyon tetszik. Hermit, valamit szeretnél még mondani? Hát én nagyon örülök neki, hogy ilyen jól megcsináltad, és várom a következő vidit. Én is. Köszönöm, hogy megnéztétek, kapcsoljátok ki az adblockert, és iratkozzatok fel! Sziasztok! Cső-cső!